Van ember, aki az örökségét elfecsérli, van, aki megőrzi, sőt, mi több, újjáéleszti és fejleszti. A székelyföldi verstábor pálos jezsuita, ciszterci és ferences rendi képviselői értékválságos világunkban azt az utat járták körül, mutatták be a verstábor fiataljainak, amely a 21. századi ember számára megfoghatóvá teszi az Isten, a hit és a szeretet hármas egységét. Igen, érdekes egy olyan este, amikor a szerzetességről, a papi hivatásról beszélgetünk fiataloknak, de olyan szerzetesekkel, akik szintén fiatalok. Szinte elmondható az, hogy nem az idősebb papság fogja itt most képviseltetni magát, hanem azok, akik még hozzájuk is közel vannak. Tehát valószínűleg ők olyan dolgokat fognak tudni megfogalmazni ezen az estén, amelyek meg fogják fogni a fiatalokat. A mai világban az emberek jó akaratú része szomjazik arra, hogy ne csak a politikáról, a gyűlölködésről halljon, ne csak kioktassák, hanem találjon saját visszhangot a lelkében, s ha ehhez hozzágondolhat segítséggel, már is jobbá válhat, tapasztalhattuk meg a beszélgetésen. Ebben a modern világban tulajdonképpen a közösségek atomizálódnak, ahogy szokták ezt mondani, beleértve a családot, beleértve mindenféle emberi közösséget, beleértve a társadalomnak a különböző rétegeit. Egészen más elvek határozzák meg az életvitelt, a gondolkodásmódot, az életstílust. És hát éppen ez az egyház számára óriási kihívás, hogy a saját közösségei révén tudjon egyfajta támpontot mutatni. A hit segít abban is, hogy az ember bár szeret saját történeteinek rabja lenni, s mint egy elkezd a saját történeteiben élni, de ha megadatik számára a lélekközösség, meg tudja becsülni a hétköznapi egyszerű fenséget is. Azt szeretném átadni a fiataloknak, hogy az Istenhez való tartozás, az ember életét minőségileg egészen meg tudja változtatni, és hogy az a szeretet, amelyet Isten által megtanulhatunk, az gyakorlatilag az egész emberi életünket mozgatja, irányítja, és akkor is, hogyha ezzel igazából nem vagyunk tisztában. Az este megtanulhattuk, hogy ne vitrínben tartsuk az eleinktől kapottakat, hanem használjuk, és nyissunk a jövő érdekében saját történelmünkről egy dossziét, és gyűjtsünk bele bátran szépet és szomorút, gonoszt és jót.